Jó napot kívánok! Egy szakértői véleményből szeretnék néhány sort idézni. A magyar lakosság egészsége a legtöbb egészségmutatóban elmarad az EU fejlettebb tagországaihoz képest. Közel 18 ezer életet lehetett volna népegészségügyi beavatkozással megmenteni. A szűrővizsgálatok fontosságáról fogunk a következő néhány percben beszélgetni Glinét Ilman Erzsébettel, a Balassa János Kórház ápolási igazgatójával, Tóth János szülésznői gyászfőorvossal és Móricz Péter fülorgégész főorvossal. Köszöntöm Önöket! A statisztikai adatok alapján valóban ilyen rossz a helyzet? Hát sajnos azt kell mondjam, hogy a saját szakmámban, ha kezdeném, ott elég elkeserítő. Mondjuk ha a ményakrákot veszem alapul, amivel legtöbbet foglalkoztam, ez az egyedüli rák, aminek már pontosan tudjuk az okát, pontosan tudjuk azt, hogy megelőzéssel, szűréssel és védőoltással, hogyha ezeket alkalmaznánk, amit a tudomány már a rendelkezésünkre bocsájtott, 100%-osan meg tudnánk a rákot okozni. Mégis 500 hölgy meghal sajnos Magyarországon, és világviszonylatban több százezer nő hal meg ményakrákba. Azért, mert egyszerűen nem akarnak a hölgyek szűrővizsgálaton részt venni. Próbálkozunk, minden irányból próbálkozunk, a médiában, az orvostudományban már az eredmények megvannak, az orvosi szervezés is minden tekintetben segítene, de sajnos a lakosságnak a hozzáállása még mindig nagyon negatív. Mitől? Hát nézd, ezen sokan kutatták már ezt, és foglalkoztak ezzel a témával, sajnos még egyelőre nem tudjuk pontosan. Azt gondolom, hogy Magyarországon az egészségkultúra még mindig nem elég magas, és kisgyerekkorban nem kezdődik el a családokban az egészség értékének a megbecsülése. Én azt gondolom, hogy itt kéne kezdeni. Ezt nálunk felettebb nyugati országokban úgy gondolom már próbálkoznak ezen a szinten valami eredményt elhozni, és meg is jött az eredmény, mert sokkal nagyobb az átszűrtség, sokkal több hölgyet kisgyerekkor óta látják a mintákat a családban, a nagymama, anyukánál, hogy akkor egészségesebb, hogyha orvoshoz jár rendszeresen, vagy megelőzi a bajt. Én azt gondolom, hogy itt kéne nálunk is kezdeni. Én most már 41 néhány évet eltöltöttem a szakmába, de sajnos ugyanott topogunk, én úgy gondolom, úgy látom, mert nem tudunk előrébb lépni. Ez az 500, mi minden évben elveszítjük sajnos. A szűrések fontosságáról nincsenek meggyőződve az emberek? Vagy csak akkor mennek már el orvoshoz, amikor nagyon nagy a baj? Igen, ez a magyar mentalitás, nagyon jól fogalmazott szerkesztő, mert erről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy a szűrések fontosságát kéne még jobban tehát a lakosság körében népszerűsíteni, és azt, hogy nagyon sok helyen elérhető ez, tehát nem egy kiemelt helyre kell menni. Például ezt a ményakrákot néznénk, akkor az összes nőgyógyásznak feladata ezzel foglalkozni. Tehát minden egyes nőgyógyásznál egy szűrés. Tehát a bármilyen panasszal, bármilyen kis nőgyászati gonddal elmegy egy orvoshoz, ott meg fogják neki csinálni ményakrák szűrést is. Ezt nem mindenki tudja. Magánrendelésen, állami rendeléseken, például a megyei kórházban több ilyen hely is van. Az ambulancián nőgyógyászati, a szülészeti osztály ambulancián nőgyászati szakrendelés, a CNT-ben, az onkológiai szakrendelésen. Tehát négy hely van, ahova bármikor jöhetnek, és elvégezzük a szűrővizsgálatot. De nem élnek ezzel a lehetőséggel sajnos. Doktor úr, az ön tapasztalata ugyanebben a témában? Hát ehhez sajnos csak csatlakozni tudok, hogy daganatok száma már az utóbbi években talán stagnál, tehát nem növekszik, viszont az előre haladottabb stádiumú felfedezések száma az viszont jelentősen tömegesebb. Ez azt jelenti, hogy vegyünk egy szájüregi rákot, ami egy sebet könnyen észle a beteg a szájába, de mégis addig vár, amíg a nyakán is megjelenik egy csomó, ami pedig már nyaki áttét a legtöbbször. Magyarországon csökken a dohányzás mértéke. Érezhető ez mondjuk a betegségek lefolyásában vagy előkerülésében? Statisztikailag észlelhető, hogy megállt a daganatos új megbetegedések száma. Ezen felül én a mindennapokban ehhez többet nem nagyon tudok mondom. Én inkább a negatívabb részét látom, hogy előre haladottabb stádiumban jelennek meg a betegek. Ezért is kell arról beszélni, hogy figyeljünk magunkra, az önvizsgálat fontosságára.
foglalkozzunk az egészségünkkel. Ugye az elsődleges megelőzés az a legfontosabb, hogy hagyjunk fel a káros szenvedélyekkel. Ugye itt a fejnyak daganatoknál a dohányzás, alkoholfogyasztás, illetve ezek együttes alkalmazása az kifejezetten erősíti a kialakulási hajlamot. Van olyan szűrővizsgálat, amire azt mondják, hogy káros az egészségre. Például a mammográfiás szűréseknél. Igen, ez sajnos elterjedt a világban, ebben nem vagyunk egyedül. Olvasni, hogy Angliától kezdve Amerikában mindenütt visszaesett a mammográfia megjelentek száma. Az internet sajnos ebben a szempontban nem a legjobb médium, mert ott olyan dolgok is megjelennek, amelyek a lakosságot megfélemlítik. Például, hogy maga a vizsgálat is okozhat rákot. Ez egy nagyon nagy butaság. Tehát ez abszolút a tudományos vizsgálatok ezt alátámasztják, hogy ez nincs így. Ez egy nagyon kis sugárterhelés, és nagyon nagy valószínűséggel nagyon korán felfedezi a rákot. Nagyon sokan például észrevettem, hogy elmennek inkább ultrahang vizsgálatra, azt hiszik, hogy ez nem káros, és ugyanúgy felfedezhetik vele a daganatot. Ez nem igaz. Tudományosan bizonyított, hogy csak a mammográfia az, amivel a mellrákot nagyon korán fel lehet fedezni, és erre lehetőség van nálunk. Hát Szexárdon szinte a legjobb a helyzet, mert innen indult szinte a mammográfia, péntek főorvos indította az országba, és hát nagyon-nagyon magas színvonalon történik az ellátás, és mégis alacsony a jelenlét. Tehát buszokat szerveznek, falvakból hoznák a lakosságot, de mégiscsak egy 30-40% az a maximum, ami a behívottaknak eljön. Pedig a sugárterhelés aránya az a néhány ezredéke a háttérsugárzás arányának, ha igaz? Így van. És hát erről is félreinformálódnak a lakosok. Hát nagyon szeretnénk most is itt közölni és mindenhol mondani, hogy ez nincs így, és várjuk nagy szeretettel az asszonyokat, mert emlőrákban még többen betegenek, és még többen halnak meg, mint méhnyakrákban. És sajnos ugye a méhnyakráknál már még jobb a lehetőségünk a primér prevenció, nem csak rákszűrés, tudjuk megelőzni a bajt, hanem védőoltással. Tehát most már a tudomány odáig jutott, hogy ebben az első rákos betegségben megelőző védőoltásra teljesen meg lehet előzni a fertőzést, és így nem alakul ki a betegség. Most ha mindenkit átoltunk, majd akkor megszűnik a méhnyakránk. Ez a cél. De sajnos hátráltató tényezők vannak, mert például Magyarországon is már azt tapasztaljuk, hogy az anyáknak a jelentős része nem járul hozzá, hogy beoltsuk a kislányokat. 7. országban történik a védőoltás adása, ingyenes teljesen, és nagyon sokan, például tavaly is 25% a édesanyáknak nem engedélyezte a védőoltást a kislányoknál, ezzel pedig hát egy óriási betegséget kockáztatnak, ami később kialakulhat náluk. A rák kialakulását meg lehetne valamilyen módon a fülorvégészet területén is előzni? Hát ez a kollégám által említett védőoltás, ez a HPV indukált a fejnyaki daganatoknál kitűnően működne. Ez elsősorban a szájüreg és a szájgarat területén kialakuló rákokat jelenti. Egy kis történeti érdekesség, hogy egyáltalán hogy derült ki, hogy ez a fejnyaki területen is ugyanez a vírus okozza a problémát. Amerikában ugye a dohányzás visszaszorításával gyakorlatilag a fejnyaki daganatoknak a száma nagy mértékben visszaesett, ezt a két entitást kivéve, tehát a szájüregi, szájgarati daganatok, azok inkább emelkedést mutattak, és akkor kezdték el vizsgálni, hogy mi lehet ennek a hátterébe. És bizony nem dohányzó, nem alkoholizáló fiatal embereknél. Tehát egy 10-15 évvel a megszokott 55-60-as átlag alatt jelentkezik, tehát erejük teljében levő fiataloknál is előfordulhat minden káros szenvedélytől mentesen. Ugye, egy ilyen 18-20%-ra teszik a fejnyaki rákok HPV indukált részét világszerte. Ez Magyarországon számítások szerint kb. 35%. Mondjuk vannak ettől eltérő adatok is, az USA-ban 50%, Svédországban meg 90%-ra teszik, tehát elég jelentős szerepe van. Laikus a kérdés, de azt hiszem magától is érdeklődik, hogyha
ugye dohányozni nem csak a nők dohányoznak, hanem a férfiak is. Ha ez a dolog a férfiakon is segít, akkor a HPV-oltás más, akkor a férfiakon is segíthet, amit egyébként a nőknek szoktak adni? Igen, ez nagyon aktuális ez a kérdés. Már több országban alkalmazzák, hogy a kisfiúkat is beoltják HPV ellen, például Ausztráliában a példa, ott már 10 éve folyik az immunizáció, és mind a lányok, mind a fiúk megkapják, és óriási eredményeket értek el. Ez a védoltás nem csak a méhnyakrák ellen, hanem nemi szemölcsök ellen is véd, és ez például a nemi szemölcsök aránya 95%-kal csökkent. Tehát az azt jelenti, hogy több százezerről 2-3 ezerre csökkent már az országban, és ugyanez várható a méhnyakráknál is. A vírust ugye általában nemi úton terjed, bár most már tudjuk, hogy nem csak. Ezért a fiúk nagyon nagy szerepet játszanak a terjesztésében. Na most, hogyha a fiúk is már védettek a vírus ellen, akkor nem fogják megfertőzni a lányokat. Hát ez egy erkölcsi dolog is tulajdonképpen, hogy a fiúk be legyenek oltva, és a jövő generáció egészségesen fejlődjön. Éppen ezért Magyarországon is erre lépések történtek, és úgy tudjuk, remélem ez be fog bizonyosodni, hogy Magyarországon is hamarosan a kisfiúkat is oldhatjuk ingyenesen, és akkor még nagyobb jövő előtt állhatunk a megelőzésben. Azért ne ligassuk magunkat a magyar közvéleményben, a miközben az én fiamnak a méhnyaknákhoz című mondat el fog hangzani. Ebben biztos vagyok, és nem vagyok annyira optimista még. Én gondolom az ilyen jellegű tájékoztatók, és amire készülünk itt a következő hetekben, a városban, majd az igazgató azt, hogy nyilván erről majd még bővebben fog beszélni. Ezek a rendezvények is arra valók, hogy felhívjuk a figyelmet, és a félretájékozottságot megpróbáljuk megelőzni, és bízom benne, hogy nem ez a mondat fog elhangzani, az, hogy de jó, hogy most már a fiamat is megvédhetem egy betegségtől. Lehet az ilyen típusú prevenciót kötelezővé tenni? Hát nézze, én nekem a véleményem az, már elég sok évtizedet elkötöttem az egészségbe, és sajnos azt veszem észre, hogy topogunk egy helybe, és saját szakmámban nem tudtunk előre lépni. Mégsem. Én úgy gondolom, hogy ebben lenne ráció. Valamilyen formában az embereket presszionálni kellene, hogy ezeken a szűréseken részt vegyenek, hogy megóvják az egészségüket. Nem tudom, Magyarországon azt hiszem a pénztárcához kéne nyúlni, tehát valamilyen formában kellene jutalmazni, talán akik elmennek, vagy büntetnek, nem mennek el, hogy sok millió forintba kerül majd a későbbi gyógyításuk, vagy ne talán esetleg valamilyen szabadságot adni, egy napot, amikor szűréseket kell elvégezni, és azt igazolni valahol. Én azt gondolom, hogy ilyen irányba el kellene menni a kormányzatnak. Egy mondat szó esett már az előbb, március 7-e a következő olyan nap, amikor a Balassa János Kórház kitárja az ajtót, és azt mondja, hogy tessék jönni megelőzni. Igen, március 7-e, illetve az azt megelőző 2 hét, illetve az azt követő 2 hét, hiszen meghirdettük a nők hónapjának a március 7-ei, illetve március 8-a nőnaphoz kötődő rendezvényünket, ami részben a szűrésekről, részben pedig a primér, vagyis az elsődleges megelőzésről szól. Gyakorlatilag a Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája, a kormányhivatal, a 2 civil szervezet, a Rákellenes Liga és a Szelíd Ráktérítő Klub együttműködésébe jön létre ez a rendezvény, aminek a csúcspontja a március 7-e, amikor is délután a Garai téren gyűlünk össze, 13:30-kor ott egy köszöntővel elindítjuk a délutánt. Aztán 13:45 körül elsétálunk, egy ilyen szolidaritási séta lesz a nőkért, a Garai térről egészen a kórháznak a lila épületéig, ahol a megnevezett szakemberek előadásokat fognak tartani, illetve itt is folytatódnak a szűrések, nem csak a nőgyógyászati és a szájüregi szűrések, hanem bőrgyógyászati, emlőszűrések, illetve egészségmutatók szempontjából a súlymérés, vagy a testzsírmérésnek a szűrése, illetve életmódtanácsadást fogunk itt tartani, tehát nagyon várjuk az érdeklődőket minél szélesebb körben, hogy egyrészt a Garai téren ott közösen gyülekezzünk, és egy hóvirág sétának elnevezett sétán vegyünk részt,
ahol is reméljük, hogy nagyon jó eredménnyel fogjuk tudni zárni, és minél többen részt vesznek ezen a napon. De szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt a napot megelőzően a nőgyógyászati onkológiai szakrendelésen, ahol főorvos úr rendel, a rendelőintézet fülorgégészetén, illetve a bőrgyógyászaton, mammográfián lehet jelentkezni a szűrésekre, és azon a napon is, illetve előtte és utána napokon is, hiszen próbáljuk ezt kiterjeszteni a nők hónapjára, hiszen ezen az egy napon nem biztos, hogy mindenki igénybe tudja venni a szűréseket. Mi a tapasztalat, dr. Dudak? Egy-egy ilyen akció hoz plusz vendéget? Én úgy gondolom, hogy igen, voltak már régebben is ilyen próbálkozások, és mindig akkor kicsit megmozdul valami. Tehát akik oda eljönnek, azt tapasztalják, hogy nem egy ilyen ördöngős dologról van szó, hogy nem egy fájdalmas beavatkozásról, és aztán amikor megkapja a negatív eredményt, akkor esetleg örül annak, és a továbbiakban átadja ismerőseinek ezt a lehetőséget. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez pozitívan szokott zárulni, és bízunk abban, az idén is így lesz. Ugyanígy tapasztaltam, ugye mi júliusban szoktuk most már évekre visszamenőleg a fejnyaki rákok világnapja alkalmával egy ilyen szűrő kampányt folytatni, és bizony jelentős jelentkező van, úgyhogy bízunk abban, hogy ez is sikeres lesz. Ki a lebonyolító? Hát a lebonyolító leginkább a Tolnamegyei Balassa János Kórház egészségfejlesztési irodája, illetve hát ahogy említettem a kormányhivatal és két civil szervezet, gyakorlatilag itt a szakembereknek a részvétele a lényeg, ugye a 9 előadás vagy 10 előadás fog itt történni a Lila épületbe, itt a meghívott szakemberek fognak előadásokat tartani. Jó, arra gondoltam, hogy adja az Isten, hogy mindenki ide rohanjon ezen a napon, de nyilván ez nem így lesz. Tehát, hogy előtte be kell jelentkezni, hova kell bejelentkezni? Igen. Rövidesen megjelenik a plakátunk és a szóróanyagunk mindenfele, ahol amerre járnak az emberek, ki lesz osztva. Házi orvosoknak ki lesz küldve, városba, a különböző nagyobb szervezetekhez, kormányhivatalokhoz, bankokhoz, mindenhova el fogjuk juttatni ezeket a szóróanyagokat. Tehát azt szeretnénk, hogy minél szélesebb körbe jusson tudomásukra az embereknek, hogy akkor ez a lehetőség itt van. És hát reméljük, hogy ez oda is jut, ahova kell, és minél többen leszünk. Hát mi több száz emberre számítunk egyébként, ezt hozzáteszem. Jó, be kell jelentkezni előre, ha valakinek szükség? Be kell jelentkezni, ezeken a plakátokon rajta lesz, hogy a különböző szűrővizsgálatokat, mely rendeléseken, mely időpontban, milyen telefonszámon lehet igénybe venni, és ez mindenki számára egyértelmű lesz. Köszönöm szépen, én nagyon remélem, hogy ezzel a pár perccel meghoztuk mindenkinek a kedvét arra, hogy 7-én részt vegyen ezen a programon, és ha úgy gondolja, hogy részt vesz a szűréseken, akkor jöjjön és jelentkezzen a kórházban. Hölgyeim, uraim, köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra.